Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntelek benneteket ebben a Szent Misében, kik a televízión keresztül követik ünnepségünket, Szent Mise áldozatunkat. Legyen áldás, kegyelem forrása számukra is ez a közösségben bemutatott áldozat. Hazánkért imádkozunk ma ebben a Szent Misében. 1956-ban a magyar nép szabadságért kiáltott, és ezt a szabadságot megvívták nem csak szellemi harcaikban, hanem fizikálisan is. Erre az eseményre emlékezünk ma, és kérjük Kapisztrán Szent János égi közbenjárását. Ő valóságosan járt itt a Mária Gyüdi Bazilikában, imádkozott a gömbtéren, a seregeket toborozta. Kérjük elődeink számára az üdvösséget, nekünk pedig ez az ünnep legyen okulásunkra, hogy megtanítsuk az utánunk következő nemzedéket hazaszeretetre, hogy legyenek arra, hogy büszkék legyenek, hogy keresztények és magyarok, és szeressék édes hazánkat. Ilyen lélekkel emlékezek a mai napra, október 23-án ebben a Szentmisében, és kérjük a Jóisten áldását drága magyar hazánkra. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Könyörögjünk, mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet, add, hogy szeressük, amit parancsolsz, és segíts, hogy elnyerjük, amit ígérsz, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sirák fia könyvéből. Az Úr igaz bíró, nem nézi az ember személyét, nem részre hajló a szegény tárára, s meghallgatja azt, aki a balsorsban kéri őt. Nem utasítja el az árvák könyörgését, sem az özvegyet, ha tele van panasszal. Aki szívből szolgálja, azt elfogadja az Úr, az ilyenek imádsága a felhőkig hatol. A nyomorgók jajszava áthatol a felhőkön, és nem csendesül, míg el nem éri célját. Nem tágít, amíg rá nem tekint a fölséges, és míg nem szolgáltat neki igazságot. És az Úr nem késlekedik. Ez az Isten igéje. Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, az én véremet nem sokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos bíró megad nekem azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét. Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki cserben hagyott. Ne számítson nekik bűnül. Ám az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából. Sőt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselekvéstől, és átment mennyei országába. Dicsőség legyen neki mindörökké. Amen. Ez az Isten igéje. Amen.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben az elbizakodottaknak, kik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus a következő példabeszédet mondta. Két ember fölment a templomba imádkozni. Az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer bőjtölök hetenként, tizetet adok mindenből, amim csak van. A vámos pedig távolabb állt meg, s a szemét sem merte az égre emelni, hanem mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, ki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Drága testvéreim, kicsit visszautalnék az elmúlt vasárnapra. Kértem, hogy a szívbéli imát gyakoroljuk. Mindazt mondjuk el, ami a szívünkben van a Jóistennek, őszintén, igazán, mert ez az imádság személyesebb, mint a kötött ima, és mégis belőlünk fakad. Ma Jézus a tanításában a vallási elitet, a zsidó vallási elitet, és az egyszerű, bűnös embernek példázatát hozza párhuzamba. Nyilván az imádság terén. Szívbéli imát azért jó gyakorolni, mert azt mondjuk ki a Jóisten felé, ami bennünk van. Mi volt itt a baj? Miért ekkora kontraszt a farizeus és a vámos imája Jézus szemszögéből? A farizeus úgy gondolta, hogy a Jóisten mellett él, betart mindent, külső formáknak eleget tesz a vallásos életbe, de mindezen gyakorlatok mellett a lényeget felejtette el. Elmaradt a szíve a külső formák gyakorlása mellett. Milyen érdekes, amikor az ember szinkronba van önmagával, és mélyebben tud imádkozni. Nem, de én vagyok a központ, és mellettem a jó Isten az imádságom által. Személyessé válik az ima. Rólam szól, és a jó Istenről. És ez egy nagyon bensőséges, mély találkozás. A farizeus nem így imádkozott. Úgy imádkozott, hogy különnek tartotta magát a másik embertől, és úgy imádkozott, hogy önmagát előnybe, jó színbe tüntette fel, és a másikat leírta a jó Isten előtt. De a Jóisten nem ezt nézi. Másik dolog, ami még nagy tanítás mára, hogy mi se a külsőt ítéljük meg a másik emberben. Ne úgy ítéljük egymást, hogy kinek milyen diplomája van, kinek mennyi jövedelme, meg milyen háza. Nem ő, nem ezt teszi az embert emberré. Nyilván, hogy amiért megdolgozott, az ő érdeme. De nem ettől válik ő egyénné, nem ettől lesz ő barátom, hitvesem, párom, bármi más, hanem attól,
hogy mit szerettem meg ő benne. Mi a külsőt ítéljük, és mi ebbe a gonoszság? Azt, hogy nem tudom, hogy a másik hol jár a szeretet útján, honnan hova tart, és az én kritikámmal, véleményemmel, intrikámmal összetöröm a másik emberbe a jót. Igen, a Jóisten nem a külsőt nézi. A Jóisten azt nézi, hogy mi van a szívünkbe, hogyan szólítjuk őt meg a mi imádságainkba, és mi van bennünk. A vámos, aki nyilván egy gazember volt, hiszen becsapta az embereket, ő is megszólította az Istent. De hogyan? Mélységes alázattal, őszintén, beismerve emberi törekvéseit, állt a Jóisten színe elé. Nem mindegy, testvérek, hogy hogyan imádkozunk, milyen lelkülettel szólítjuk meg az Istent. És látjátok, ez az őszinte imádság egy lenézett, megvetett embertől többet ért a Jóisten mérlegén, mint a farizeusnak, aki úgy érzett, hogy a Jóisten mellett van, a szíve mégiscsak távol maradt tőle. Milyen érdekes, a Szent Leckébe hallottuk, hogy az öreg Pál búcsúzik a Timóteus levélben, és megígéri az üdvösséget, az üdvösség koronáját a Krisztus követőknek. És milyen érdekesen fejezi ki magát, hogy megkapják az igazság koronáját azon a napon. De nem csak nekem készítik elő, mondja Pál, hanem azoknak is, kik örömmel várják az ő eljövetelét. Igen, az Istennel való mély végtalálkozás, amitől az ember fél, és az imádság által tanulja meg azt, hogy mit jelent az Isten közelség. Testvérek, ha Jóisten mellett vagyunk, megnemesedik az imádságunk, szebbé lesz a szívünk, akkor az imádság nem a másik emberről szól, hanem önmagamról, az imádság kérés formájába önzetlenül hangzik el, amikor imádkozunk gyógyulásért, imádkozunk szüleinkért, családtagjainkért, és a legszebb imádsága, hogy múlt vasárnap is mondottam, a hálaadás, hogy megköszönjük az Istennek mindazt, amit kaptunk tőle. Mert akiről azt mondják, hogy hálátlan, arról minden egyéb rosszat el lehet mondani. Igen, nem mindegy, hogy milyen lelkülettel imádkozunk. Nem mindegy, hogy milyen lélekkel szólítjuk meg az Istent. Idehozva a mai ünnepnek mélységes értelmét, tanítását, 1956. Szabadságért kiáltott a nemzet akkor. És milyen érdekes, hogy mindig egy nemzetnek az önállósága a szabadságában mérhető le. Milyen nehéz kényszer iga alatt élni, amikor meg kell vívni szellemi, lelki harcainkat, és meg kell vívni szabadságharc formájába mindazt, amit a haza megkíván, amit a szabadság adhat az embernek. Az akkori kor embere ezért kiáltott szabadságért. S ma, most a békéért imádkozunk. Azért, mert az emberek sokszor a szabadságot összekeverik a szabadossággal. Mindent lehet következmények nélkül.
Lehet, csak nem minden szabad. Mert a szabadság addig szabadság, amíg a másik ember, a másik nemzet, vagy leigázó nép a mi szabadságunkat nem akadályozza. Kérem a történelmi sebekért a Jóistennek az áldását, nekünk legyen nagy tanítás a mai ünnep. A következő nemzedéknek tudjuk átadni, hogy a mise elején mondtam, a magyarság szeretetét, a szülőföld tiszteletét, hogy legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk. Legyünk büszkék az országunkra. Legyünk büszkék a nemzetünkre. Magyarország egy óriási kincs. Ezt tőlünk független emberek mondták. Pió atya is, a jövendőlésében egy egyszerű kapucinus szerzetes, hogy Magyarország lesz az az aranykalitka, amiből majd születik valami, kirepül egy madár. Ez is a szabadságról szól, ez is az új életnek a lehetőségéről. Ma elődeink példájára tanuljuk meg szeretni hazánkat. Tanuljunk meg, hogy átadjuk azokat az értékeket, amit mi is örököltünk, amit mi is kaptunk. Hogy joggal lehessünk büszkék keresztények és magyarok. Mindarra, amit itt számunkra elődeink teremtettek, és amiről szól a mai napi megemlékezések országszerte. Jóisten, legyen áldás a hazánknak, védjen, vigyázzon ránk, a szűzanya pedig legyen oltalmunk az Úristennél. Ilyen lélekkel most közösen valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Isten szívesen meghallgatja az alázatos lelkek imádságát. Forduljunk most hozzá méltatlanságunk tudatába, s kérjük őt erős hittel. Istenünk, ismerje el a világ, hogy egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség. Főpásztoraink, papjaink szeretettel foglalkozzanak a legnagyobb bűnössel is, és becsüljék meg benne az Isten képére alkotott embert. A fehér emberek s a színes bőrűek testvért lássanak egymásban, a műveltebb népek pedig ne vessék meg a még elmaradottabbakat. Templomainkban mindig mélységes alázattal és töredelmes bűnbánattal járuljunk isteni színed elé. Egyházközségünk tagjai jó szívvel teljesítsék, amit az egyház kér tőlük, de miatt ne tartsák magukat másoknál különbeknél. Teremtő Istenünk, minden jó tőled származik, mi önmagunktól semmik vagyunk, méltatlanok vagyunk arra, hogy téged atyánknak nevezzünk,
Ezért hálásan köszönjük neked, hogy mégis magadhoz emelsz minket, Krisztus a mi Urunk által. Kérünk, Istenünk, fogad szívesen áldozati adományainkat, melyeket fölségednek felajánlunk, hogy szolgálatunk egyre nagyobb dicsőségedre váljék, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának te szabtál törvény. A te képmásodra formáltad az embert, sőt hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, s nagy tetteidért szüntelenül magasztaljon téged, és ezért mi is dicsőítünk,
az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, s hálás szívvel zengjük. Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, s neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Őt tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával. Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, kapisztrán Szent Jánossal, minden szenttel együtt, az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat,
szolgádat Ferenc pápánkat, László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet, elhunyt testvéreinket pedig is mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Drága testvéreim, most imádkozzunk egy szívvel magyar hazánkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljötték. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzzed a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus testvére. Thank you.
Könyörögjünk, kérünk Istenünk, működjék hatékonyan bennünk a szent áldozás kegyelme, hogy amit most a szent színek alatt magunkhoz vettünk, azt a maga teljes valóságában is elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Hirdetném, hogy a hétköznapi szentmisék előtt 16:30-kor rózsafüzért imádkozunk ebben a hónapban, 17:00-kor vannak a szentmisék. Hirdetném még, hogy aki szeretne novemberben, szerdán és csütörtökön, azokra a szándékokra misézünk, amit a borítékba beleszoktatok írni, ide tesszük az oltárra, adományatokkal együtt. A sekrestjében tudtok borítékot kérni, és arra a lapra föl tudjátok írni ezen szentmiséknek szándékait. Szentmisék előtt és után tudtok borítékot kérni a sekrestjében. Jóisten áldása, kegyelme legyen kedves minnyájatokon, ilyen lélekkel adom a Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.